célszerű rektangulunk lőni is, tehát kapuba juttatni a labdát, ehhez már is a talajra helyeztük lasztit, melyet aztán a feladatunk mindösszesen annyi, hogy a kapuba juttassuk, ehhez a már tanult mozdulatsort segítségül hívni. Párhuzamos, emlékezzenek kedves nézők, párhuzamos lábtartás a labdasíkjával, lábhátra lendítés, vagy lábelőre lendítés, és a tanulítás, hát ez most sajnos nem sikerült, de a mechanizmus tulajdonképpen ugyanez a lövéseknél is, így hát most már technikai tudásunkat is elkezdhetjük egy kicsit csiszolni, ugye kedves nézők bizonyára megrökönyödve nézik, bámulják a például hát brazil játékos fenomének szenzációs labdakezelési képességét arra vonatkozóan, hogy ugye például milyen látványosan tudnak dekázni. Most kedves nézőink, a dekázása mi számunkra sem elérhetetlen, és nem kiváltság tulajdonképpen. Nézzük meg, ugye, hogy hogyan tudunk mi is egyszerűen dekázni otthon, akár a fotelben, karosszékben is. Ehhez nem lesz szükségünk másra, mint egy mérlegre, és labdákat ráhelyezzük a mérleg serpenyőjére, megfigyeljük a mutató állását, a mérőműszerek állását, és megállapíthatjuk, hogy 50 deka, ami azt jelenti, hogy 50-et vár is tudunk dekázni. Kedves nézőink, ilyen egyszerűen, és hát akik a dekázást már tudják, azok számára nem lesz nagy kihívás a rendkívül sok focista által gyakorta alkalmazott biciklisel sem, ehhez nem lesz szükségünk másra, mint egy kerékpárra, melyet aztán kell tanulnunk, éppen beirányítjuk a kerékpárunkat, labda, majd a guruló labdát rendszeresen megpróbáljuk megkerülni gyorsabban, alkalmazkodván a labda mozgásához. Próbáljuk kerülgetni, ennyi a feladatunk, és ha ez sikerült, akkor már is kitűnően elsajátítottuk a focisták által gyakran alkalmazott biciklicselet is. Nos, kedves nézőink, összefoglalván eddig tanult ismereteinket megtanultunk, effektíve labdát kezelni, passzolni, labdát továbbítani, lőni, kapuba juttatni a labdát, vagy majdnem kapuba, ezen kívül eldobtuk a labdát, lenyeltük a labdát, tulajdonképpen edeztük a labdát. És kezdetézzük, ha véletlenül sikerülne betalálnunk, függetlenül attól, hogy mely kapuba, jöhet a gólörő. Igazán nagy futballisták nincsenek. Reklamálás, bunda, nézkedés, hűesés és ügyes kezelés, de játékvezető ne legyen észre. Tehát enélkül nincsenek igazán nagy futballisták. Ezt valamint azt is megtanuljuk majd a következő műsorunkban, hogy hogyan mentsük ki magunkat a szakvezetőnél, hogyha rendszeresen nem vettünk részt az edzésekkel, addig is ne felejtsék, kedves nézőink, gyakoroljanak sokat, a viszontlátásra.